Sziasztok! Kezdődik a mai élőadás Albirból. Ez a nemzeti park. Mutatom. Tehát az ott lent Altea. Igen, Altea-ról van elnevezve a Seat Altea. Az ott a Kálpei szikla, annak a hegynek a messze-messze túloldalán lakom én. És ez itt az Albíri Nemzeti Park. És mellette a parkoló, ahol megálltam, tehát most ide fogunk bemenni, és ott van egy remek kilátó. Julia Tiboldi, szia! Watching! Na most két dolgot kell mondanatok, az egyik az, hogy jó a kép, a másik meg, hogy jó a mikrofon. Addig nem megyek tovább, valaki írja be. Mert ugye ez egy nagyon elszigetelt terület, itt nem tudom, hogy milyen lesz a jelerősség. Tehát lehet, hogy az élőadás egy kicsit akadozhat, vagy... Krebs Zsolt, szia! Szia, milyen a mikrofon? Ha itt vagy, akkor már mondd meg, milyen a mikrofon, most kezdünk. És hogy milyen a... mindkettő jó, szuper. Köszi. Tehát a mai adás, Albír, emlékeztek, itt már voltunk lent a parton sétálni. Tehát ott messze lent a parton mögöttem. Azon a részen voltunk ott lent sétálni. Most feljöttem a hegyre, és itt megmutatom nektek ezt a természeti, ezt a nemzeti parkot. Elvileg azt hiszem nemzeti parkokban nem kell hordani, de itt van a kezemen a kesztyű, és itt van mellettem egy pár, aki lelkesen fotózgatja magát, de most elindulunk. ¿Quieres cambio locación? Mi voy a esta dirección, gracias. Szóval mondtam nekik, hogy oda mehetnek a helyemre, én pedig elindulok errefelé. Mert akartak egy fotót csinálni nagyon. Na nézzük meg, van-e kitéve tábla arról, hogy kell-e maszk. Nem. Nem látok kitéve, úgyhogy akkor elindulunk. Tehát van egy ilyen kis érdekesen megcsinált bejárat, ilyen fából áteresztőstető, egy kis automata, meg egy ilyen kis bódé, de igazából tök mindegy. Mert ugye ez nem egy fizetős rész, és akkor ott a gyönyörű hegy, a tengerpart, és az ott lent Altea. Illetve Albírnak is egy része. Na induljunk akkor a kis sétánkra. Közben tehettek fel kérdéseket. Éva Kajtos, szia! Törzsnézők! Na várjatok, van itt két térkép, akkor megmutatom, hogy hol vagyunk. Tehát ez... a Sierra Helado, vagyis ez a fagyi hegy. És most körülbelül ezen a kikopott részen vagyunk, ami itt nem látszik a térképen, és el fogok jönni ideig. Itt a legvégén van egy világító torony, odáig nem megyek el, de innen van egy kilátás. Gyakorlatilag Alteára nagyon jó. Hát tudjuk, itt van Altea, tehát innen, ahová ki fogunk sétálni, innen Alteára nagyon jó kilátásunk fog nyílni, fantasztikus kilátás. Ugye ennek a fagyi hegynek a túloldalán van Benidorm, és ott pedig már szintén voltunk. Hát én meg még ezen a hegyen is. Mert tehát én nem látszom a térképen, ahol én lakom. Na és akkor itt van a közelebbi rész. Tehát ez mutatja anyádba, valami légy itt állandóan rám száll, azért rángatom így a kamerát. Tehát ez az útvonal, ez a túraútvonal, ami lehet menni. És akkor így a túraútvonalakat úgy jelölik, hogy mutatja, hogy maximális emelkedés 50 méter, ez körülbelül egy 5 kilométeres túra. És hát igen, úgy nagyjából egy 30-ra satszolják, hogy ennyi időt lehet menni. Itt vannak még mindenféle magyarázatok, sőt a teljes, tehát itt a teljes, hát ugye azt mutatják meg, hogy körülbelül mi az emelkedés, meg mi a csökkenés a túra során. Látjuk, hogy kb. Mit tenni, egy olyan 50 méteres magasságból indulunk, és olyan 90 métert fogunk elérni. Biciklitároló. A túra eleve azzal kezdődik, hogy van egy jó kis biciklitároló. Közben látom ám a posztokat. Györgyina Kökény, szia, üdv. Vitális Kati, sziasztok, gyönyörű. Igen, elképzelhető. De hogy magamat mutatom így, nem jobb? Te jó ég, még wifi is van, azt nézzétek meg. Itt van mögöttem egy wifi tábla, ami azt mutatja, hogy hogy kell csatlakozni a wifi hálózathoz. És igen, nagyon fontos, itt ki van téve egy másik tábla a bicikliseknek. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy bár biciklivel be lehet jönni, de nem lehet gyorsan menni. Ja igen, meg még azt is, hogy ki hol. Tehát a gyalogosok belül, és a biciklisek a külső soron.
És a bicikliseknek ott egy figyelmeztetés, hogy a gyalogosoknak van elsőbségük minden körülmények között. Na, hát ez egy ilyen kis, bármikor elmegy a jel, vagy valami ilyesmi, akkor szóljatok. Mert Noémi, szia, érdemes pedig elmenne világítótól mondjuk. Hát tudom, csak a francnak sincs kedve annyit gyalogolni 30 fokban, hosszú nadrágban, meg ingbe. Én nem azt mondtam, hogy nem érdemes, hanem hogy nem fogok. Tehát ez egy ilyen kicsit hűvösebb része, ahol most beírünk. Még egyszer rám szel ez a légy, nem tudom, agyonverem, vagy legalábbis szeretném agyonverni, ha el tudnám kapni. És néha így a hegyek, vagy a fák között így ki lehet látni a partra. Komolyan ez a légy üldöz engem. Szoktam ide néha eljönni, sétálni, mert az a rész, ahova kiukadunk majd, az egy ilyen kis nyugis. Ja igen, itt van a világítótól, tehát ez mutatja, hogy hova lehet kiukadni végül. Ha ilyen csattanásokat hallottok, akkor néhányszor pofon vágtam már magam. Ezt a legyet próbálom elkapni. Lehet, hogy néha a mikrofont ütöm le. Most itt egy ilyen szabadtéri kis piknikes helyen jövünk át. Ide le lehet ücsörögni. De hogy látjátok, ücsörögnek is. Szóval ki szoktam ide néha jönni. Ugye ez abban a városban van, ahol ma megint dolgoztam, ma megint munka volt. Teszek majd fel fotókat egyébként, mert elmentem abba a pubba, ahol a kamerákat kezelni, és majd megmutatom nektek, hogy milyen jó, majd estére teszek fel fotókat. Meg oda próbáltuk egy-két helyre a kamerákat. Hi! Gyerekek, mindig szerepelni akarnak. Szóval lesznek majd fotók arról a bárról, és ugye miután itt a munkával végeztem, gondoltam feljövök ide sétálni, amúgy is. Tehát külön ide nem szoktam eljönni, mert azért ez itt vagy 40 km tőlem, de amikor itt vagyok, akkor néha kisétálok ide. Most, hogy már van ez a bicikli szállító izém, hát nem tudom, mit akar ez a légy. Tehát a kocsi hátuljára rá tudom tenni most már biciklit, legközelebb úgy fogok jönni egy biciklivel. És akkor üzenem Noéminek, hogy már most nem kapok levegőt, hogy akkor majd kibiciklizek a világítótól, de hogy gyalogolni nem fogok, az biztos. Na nézzétek közben a tájat. Anita. Sziasztok, jó, hogy pofoszkodsz, merre kirándulunk? Tehát ez Albír, ez egy nemzeti park, és ott látszik, azt hiszem most leütöttem, és ott látszik Altea. Van itt egy kilátása, tehát van itt egy kilátó, oda próbálom menni. Közben rájöttem, hogy ez nem egy légy, hanem körülbelül 1000. Na, megtaláltuk az évnek azt a szakaszát, amikor nem érdemes ide jönni a legyek miatt. Fú, induláskor 29 fok volt. Reggel. Most nem tudom, mennyi lehet. Túl nagy tömeg nincs, mint látjátok. Teljesen nyugodtan tudok haladni. Nem kell törni az utat. Szépek a fák. Ezek mind fenyőfák. És ilyen masszív meredek az út lefelé. Tehát itt elindul az ember lefelé, és akkor nem sok minden fogja meg a tengerig. Megint kilátszik a tenger egy kicsit. Tündér Angel. Egészséges a mozgás. Igen, ha kapsz hozzá levegőt. Majd amúgy is nehéz ez a nyavaja. Most már váltanom kell a kezemet. Ez a gimbal is bázi nehéz. Hiába van feltekerve, tehát így fel van törve az ujjam. Nyitva, de hát ugye hosszú nadrág, nem tudom megmutatni, hosszú nadrágban vagyok. Ugye ügyfélhez nem lehet úgy menni, hogy az ember csak így feldob egy rövid nadrágot, aztán gyerünk. Jó lenne. Nyáron, amikor nagyon tényleg, tehát augusztusban voltam úgy, mert az nagyon jó. Nem tudok most levegőt venni. Jön egy párocska velem szembe. Ők jobban kapnak levegőt.
Hello. Szóval, ahogy megyünk tovább, hamarosan bekanyarodunk itt ezen a részen, és akkor ott egy kicsit lépcsőzünk még felfelé, és ott lesz a kilátó. Onnan még lehet sokat tovább menni. Csak nem fogunk. Majd odáig várjatok a kérdésekkel, vagy nem tudom. Addig legyenek kérdések, amíg még tudok levegőt kapni. Amúgy még sokat megy fel a hegy. Nem tudom, mennyire látszik a távolság, de itt még lehetne hova menni. És nagyon érdekesek ezek a széttöredezett sziklák is. Na lassan tisztul a kép. Hát most elég sok felhő van, de így is nagyon meleg van, és nagyon páratartalom. Tehát ezek ilyen, nem tudom, bazi nagy sziklák. De itt oda teszem a kezem, látszik, hogy óriási darabokban van. Jó még a kép? Még van térerő? Valaki mondja meg, van-e még térerő? Úgy látszik, hogy kezdek szétesni, akkor nem megyek tovább. Pedig már itt van nem messze a kilátó. Pff, ezt nem hiszem el. Igen, már látom a kilátót. Luis. Hello, Chico Gapo. Hello. Nézzétek, Lajos belépett online. Lajos, tudod, hol vagyok? Albír. Nemzeti Park séta. Szuper a kép, meg a hang is. Köszi, hogy valaki beírta. Hát, itt azért eléggé szakadozhat a jel, de már itt vagyok a... Már itt vagyok. Itt van a bejárat a kis kilátóhoz. Na nézzük. Évekajtos, jó minden. Szuper. Itt kellene tovább menni. Ugye ez az út. Na nézzük az új távolságtartási szabályokat. Maximum 10 ember. Másfél méteres távolság. És avoid touching surfaces and touching your face. Szóval ne fogdossál meg semmit, és utána az arcodat. Hát ez jó. Mindent megfogtam. Jó, a vírusban nem szabad viccet csinálni egyébként. Jó, tehát ezt ne utánozzátok le. Na, jövünk fel. Ez az utolsó pár lépcső, amit meg kell mászni. Most nem akarok sokat időzni, ez egy gyors túra lesz. Csak megmutatom a kilátást. Fú! Hát ez nem jó hír, időközben benőtték a fák a kilátást. Na, álljatok. Megpróbálok felállni ide. Ú, de jó, nem már, még erre is fel kéne állnom. Jaj, ide félek, most itt állok a semmi tetején, de ez a kilátás. Csak most, csak nektek. De nem tudom, miért nem vágják vissza amúgy a fákat. Tehát tök jó, hogy egy kilátót csináltak ide, és nem lehet látni. Innen nem is látszik az én hegyem. Az ott a kárpályi szikla, ami látszik szintén tőlem, csak én messze a túloldalán lakom. És ugye látjátok, alattam a fák. Ezek mind frissen nőttek, látszik, hogy... Ajaj, feltámadt az, hogy mindjárt le fogok esni. Ti nem látjátok, mennyire én bolygok, mert a gimbal stabilizálja. Na és ugye... Ez az a kis rövid partszakasz itt Albírból, ahol a múltkor sétáltunk. Tehát eddig Albír, és vagyis nem is tudom, azt hiszem, talán eddig Albír, és innen a kikötőtől kezdődik Altea. Tehát amennyire innen a távolból meg lehet ítélni, ott körülbelül az ujjamban ott van az Alteai templom, fent a domb tetején, és mögötte az a hatalmas hegy, az a Sierra Bermeja, ahova majd egyszer fel akarok mászni. Azt hiszem, talán az a legmagasabb csúcs, bár most, ahogy nézem innen, jajjajjajjaj, most nagyon feltámadt a szél. Mintha ez a hegy hatalmas, ez nagyobb lenne ez a,
ez a hegy. És akkor itt végig, mellettük most közben ezen a talpalatnyi területen próbálok körbefordulni, hogy ne essek le. Itt látjátok végig a hegyoldal, az itt teljesen, ezen jöttünk át. Tehát ez itt teljesen be van nőve. Fákkal. És azon a kis úton jöttem ott végig. És most már várjatok, most már csak nem esek le. Nagyon magasan vagyok egyébként, tehát itt felmásztam egy ilyen oszlopra. Látjátok, egy olyan kis fackon állok. Meg is mutatom. Tehát itt ennyire vagyok a lezuhanástól, ennyi. És ugye itt kéne tovább menni kifelé, nem fölfelé, hanem tovább itt ezen a izén kifelé, és akkor a túloldalon lenne a túloldalon lenne, közben próbálok fordulni, a világító torony, ahova most nem megyünk el. Fú, és már látom, nézzétek meg, ott középen egy hajó fordul meg éppen padlógázzal, és megy visszafelé. Van egy-két vitorlás, és nem sok. Ajjajjaj. Azt hiszem, le kell mennem, mert egyre jobban fúj a szél. És körülbelül itt hagytam a kocsit, tehát onnan indultunk, az ott a parkoló. Az a parkoló rész. És mint látjátok, elég felhős az idő. Hola! Tehát még egyszer, ez itt Albír, annak, aki most csatlakozott. Ez az albíri tengerpart, ugye itt épülnek, itt most látszik, hogy épülnek új társasházak. Tehát majd lehet megint... Már elkezdtem szervezni, eljöttök? Most nézzetek engem a kilátást. Jöttek mögém. Elkezdtem szervezni ezt az ingatlan megnézést. Tehát most az lesz, hogy majd itt valamelyik egy-két ingatlanba bemegyünk, és akkor megmutatom nektek. Kérdez un fotó aquí? Un segundito. No, es bien. No, tu foto, aquí, locación, disponible ahora. Szóval, átadtam megint a helyemet, hogy csinálhassanak fotókat, és elkezdtem már megszervezni, hogy itt meg tudjak nektek mutatni majd egy-két házat, tehát majd bemegyünk, és akkor megnézzük. Különösen majd ezt itt nem tudom, mennyire fog látszani. Egy luxus villát fogunk megnézni, ez a hatalmas villa itt. Látjátok, az a fehér, és egy kicsit olyan zöld üvegtetős. Az a villa az, amire azt mondtam... Szalogó! Az a villa az, amire azt mondtam, hogy 3.300.000, tehát olyan 1,2 milliárd talán, vagy valami ilyesmi. És most próbálom szervezni, hogy be tudjunk menni, úgyhogy már megnézitek, milyen ott egy ilyen... baldahinos márvány lépcső. Az ágy az a baldahinos, tudom, de ez ilyen baldahinos márvány lépcső lesz, meg jacuzzi, meg medence, meg 25 terasz, meg olyan kilátás a tengerre, hogy az ember csak álmodozik. Hát ennyi pénzére ennyi van. És aztán nézzük majd olyanokat is, ami egy kicsit ilyen emberközelibb. És meglátjuk, hogy ki szeretne majd körülnézni, hol. Ugye Albírban sok szálloda is van. Volt egy kedvenc szállod, ami nekem nagyon tetszett, azt meg akartam venni, csak persze nem volt rá 20 millió euróm. Kettő se. De rendkívül jó potenciál volt benne, tehát ez nagyon tetszett. Hatalmas terület, és sokáig árulták. Nagyon olcsón árulták egyébként azért, mert ugye a 60-as években készült, és teljesen azbesztbentesíteni kellett volna még, mit tenni, hány millióért, hogy sokáig árulták. De ez egy nagyon szép és nyugodt hely. Most, hogy elmentek, akkor még egyszer megmutatom, és aztán rátérünk a kommentekre. Most nem állok fel teljesen oda, hanem csak egy szinten lejjebb, inkább a kezemet emelem följebb. Na hát ennyi eszem lehetett volna, hogyha felemelem a kezem, akkor is jó. Ahogy Tinódi mondta, ha rövid a karod, akkor told meg egy gimballal. Lehetne csinálni egy jó kis videót egyébként onnan a kikötőből majd, amikor kihajózom. Vagy egy tengerparti kocsikázást itt végig. De ugye nem akarok túl sok mindent egy napra. Na nézzük, van-e valakinek kérdése? Ági, Szlávikné, gyönyörű helyen vagy. Milyen? Hogy látszik jól? Így látszik jól? Látjátok, csináljunk egy olyat, hogy felállok ide, és akkor a hátterem az a jó, hogy nem tudom, hogy háttal nem-e fogok leesni. Így jó?
kalapot az, a sapkát azért, kalapot azért kell hordani, sapka? Lehet, hogy most lehet, hogy látszik, de nem tudom, mennyire látszik, hogy hosszú nadrágban vagyok, tehát öv is van rajtam. Na, hogy kell már? Jó, kézzel. Én vagyok olyan gyakorlat a gimbalban. Tehát igen, ez egy nagyon szép hely, és pont arra akartam felhívni a figyelmet, hogy vannak ilyen kis természeti túrák, annak ellenére, hogy nem mindenki akar mondjuk a tengerparton feküdni és sétálni, valaki mondjuk el akar jönni egy ilyen kis helyi sétára, hegyi sétára. Évekajtos, milyen szép zöld minden. Hát igen, fenyők, ez örök zöld, még itt is. Amúgy itt is vannak lompulatú fák, tehát amikor itt is elkezdődik az ősz. Tündér angel, varázslatos. Mindig tegyétek hozzá, hogy mi. Mai? Én? Vagy a táj? Mert így nem tudom, tehát így össze, így zavarba fogok jönni. De azért köszi, tudom, hogy csodálatos. Hogy varázslatos vagyok, nem csodálatos. Gabriel Egyenes, gyönyörű, köszönjük az élőt, kellemes séta. Hát nektek, mert nézitek, de nekem itt a 30 fokba, hosszú lyukba, meg minden, hát jó, jó. Elviselem valahogy miattatok, értetek a nézőkért. Most próbálok úgy helyezkedni, hogy valami fényt kapjak. Vitális Kati, nehogy leessél. Úgy tűnik, hogy ezt már túléltem. Jó van, más kérdés nincs. Mit csináljak? Tegyem le, vagy esetleg sétáltok vissza velem? Azt hiszem, hogy jobb, hogyha ennyi lesz. Most ne legyen minden videó olyan hosszú, majd inkább legyen több videó, csak nem minden olyan hosszú. Úgyhogy a mai napra akkor. Gabriel Egyenes, lehet még fürödni? Milyen a víz? Hát nálam otthon a medence 26 fokos. A tenger is. A tenger egy kicsit azért már hűvösebb. Mondjuk a tenger 1-2 fokkal hűvösebb szokott lenni, mondjuk 24-25 fok. Anita, miért nem vittél túrázós cuccot, vagy spontán ötlet volt? Lehet, hogy a videó elejéről lemaradtál, de munkából jövök. Tehát ügyfélnél voltam. Nem mehetek túrázós cuccba az ügyfélhez. Persze, ugye elég nagy a kocsi, most mondhatnád, hogy befér hátra a ruha, de nem, ez nincs kedvem átöltözni túrázósra. Abban meg itt így is lehet sétálni, tehát ami nem olyan rossz. Szóval, akartam mondani, hogy holnap, ugye meghirdettem ezt az eseményt, holnap 8:30-tól lesz a ne felejtsétek el az élőadás, ami a kötetlen beszélgetés kategória. Na most ezt a kötetlen beszélgetést próbáljuk meg úgy csinálni, hogy tegyetek fel tényleg olyan kérdéseket, amikről azt gondoljátok, hogy most úgy próbálok állni, hogy fedezzem a széltől a mikrofont. Próbáljátok meg olyan kérdéseket feltenni, esetleg amik titeket is foglalkoztatnak. Bátran azok, akik azt gondolják, hogy ki akarnak jönni, kérdezzék meg azt, amit gondolnak. Mennyi a vízszámla havonta, mennyi egy albérlet, akármit, hogy érzed magad? Nem jól, nem jól. Közepesen érzem magam. Aztán a másik társaság másik fele esetleg beszélgessetek arról, hogy mi az, ami tetszett eddig. Nézzétek vissza a korábbi videókat, és mondjátok meg nekem, hogy melyik könyv tetszett, melyik könyv nem. Vagy hogy egyáltalán ne legyen felolvasás. Vagy hogy ne legyen több medencés videó. Vagy kérdezzetek arról, hogy mit tudom én, Alicantéba az a hegy ott mi? Vagy ilyeneket. Meg lehetne olyan probléma, tehát beszéljünk úgy általánosságban, nyugodtan tegyetek fel kérdéseket az életről is úgy általánosságban. Tehát olyanokat, hogy mi értelme az életnek? Ha ezt valaki megkérdezi, erre válaszolok. Tehát a pénteki 8:30-ason várlak titeket, addig még mondom, teszek fel fotókat erről a pubból, ahol ma voltam. Nagyon érdekes. Évekajtos a tél hideg. A tél hideg? Nem. Nem, olyan napközben is olyan 20 fok szokott lenni. Tehát majd lehet, hogy mutatok tavalyi karácsonyi fotókat, ami félmeztelenül ott hesszelek a fenyőfa mellett a teraszon így. Tehát, hogy lehet, hogy majd lesz ilyen fotó. Akarok kérni mindenkit, hogy iratkozzatok már fel erre a Nyomorult YouTube csatornára, mert ugye most tegnap, képzeljétek el, újabb örömhír, tegnap átléptük a 3000 követőt az oldalon, nem tudom, hogy ez most jó vagy nem jó, nem sokkal ezelőtt volt a 2000, most már 3000 fölött is van, tehát 3100 vagy valami ilyesmi, de még mindig csak 80 feliratkozó van a YouTube-ra, nem megy? Mindenki azt akarta, hogy YouTube-on csináljam, ne itt a Facebookon, most meg senki nem akar YouTube-ra feliratkozni. Tehát kérném mindenkit, igen, Vitális Kati, én feliratkoztam. Király. Ez csak neked. Köszi. A többiek is kapnak majd egy ilyet, hogyha feliratkoztak. Tehát ugye a YouTube csatorna, meg lájkoljátok, megosszátok meg a dolgokat. Tehát amikor ilyen sétákat tartok, mondjuk legyen több kérdés. Ha sokan vagyunk, akkor több kérdés lesz. Úgyhogy, hogy ha csak nem lesz még meglepetés élő addig, akkor holnap 8:30-kor lesz a következő élő. És várok mindenkit a kérdésekkel. Rengeteg kérdés legyen. És mára üdv Albírból.
Meg akarom mutatni a hátteret, de csak nem boldogok ezzel a hiegenek. Kézzel beállítom. Szia mindenki!